Szevasztok, szevasztok, Tájpó vagyok, és képzeljétek el, hogy meghívtak engem a Pamut laborba, hogy nyomtassak magunknak pólókat. Ugye, említettem már nektek régebben, hogy én rendeltem magamnak egy ilyen PUBG-s pólót, és hát utána beszélgettem ugye a Pamut laborosokkal, és kiderült, hogy igazi YouTube-os fiúk vagyunk, úgyhogy mondták, hogy ők adnának nekünk pólókat, mindenkinek egyet, és hát mi lenne, hogyha azt én nyomtatnám ki? Hát mondom, hát kérem tiszteltet, értek hozzá, nyilvánvalóan komoly előképzettségem van, mint bármihez, hát én vagyok a mester, mindenhez értek, nyilván nem. De mondtam, hogy jó legyen, elmegyek, kinyomtatom a pólóinkat, és megnézem, hogy hogyan működik ez. Na hát a következő videóban azt láthatod, hogy én dolgozok. Na, amit tudni kell a Pamut laborról, hogy van egy weboldaluk, a www.pamutlabor.hu, ahol 3500 póló minta közül tudsz választani, 25 színben és 14 fazonban vannak pólók, pulóverek, ugye pólóból van V-nyakú, környakú, galléros pulóverből van kapusznis, meg nem kapusznis, egészen 2 éves kortól. Hát majd meglátod a videóban, hogy mekkora méretig, mert azt azért fölveszem, mert érted én is vagyok egy kis méret. Szóval amit még tudni kell a Pamut laborról, ezen felül, hogy csupán Pamut cuccokat árulnak, tehát Pamut pólót fogsz kapni, nem valami műszálas vackot, ez full Pamut, nagyon jó, puha, itt is látod egyébként rajtam, direkt úgy állok, hogy ne lásd a lényeget, de majd a videóban meglátod. Ez a nyomtatás, amit ők csinálnak, ez a szálakba megy, tehát így a póló szálaiba, és moshatod, örök élet ez a minta állítólag, azt mondták. Én csak tanúsítani tudom, az enyém már volt mosva, nekem van 2 is. Na, jó szórakozás, nézzétek meg, hogy mit műveltem. No, hát kész lett az én pólóm. Kíváncsi vagyok, hogy elhangzottam-e, de úgy tűnik, hogy ne. Ne rög ennyire. Na, milyen lett? Milyen lett? Jó lett? Tényleg? Tényleg nem lett szal. Na, jó lett. Hát annyi, hogy most ja, nem is kellett volna megfogni alapból, csak pedig nehéz lesz állni, de nehéz ez a nálad. Ja, valahogy nálad. És arra vigyázz, hogy most hát érve ilyen össze, és akkor nem fogom sokan. Így? Aha, így jó. Mit csinálod? De te mondod? Meg az két tűzőt gombot egyszerre, ami nem fog sikerülni, hogy úgy anyagjuk el. És most már táncolhatok vele, ugye? Most már bátran. És jó lett? Jó. Jó lett, ugye? Sőt. Na kérem szépen. Én nyomtattam a pólókat. Ilyen király. Hát köszönöm szépen ezt a lehetőséget, nagyon. Nagyon király. Én nagyon király helyen vagytok. Meg... Ez meg barátság között. Olyan... De hol van a mugorba főnökért? Hol nincs. Hol nincs, de van? Van egyébként. Van egyébként mugorba? Nem, teljesen jó. Tehát nem, biztos, hogy nem öreg, idős? Nem, fiatal. Viszont ezt össze kell hajtanom, ugye? Mint az előtt.
Várjál, hogy a mintával kifelé, ugye, hogy látszik a lábat. Így csináltad te is, ne? Ezért, mert... Így csináltad, hogy itt a füléig. Amúgy a... Ó, van, ez a... Na, majd azt mondom, a postás összegyűrte. Na. Én úgy hagytam össze, hogy otthon szoktam. De ne nevessék. Hát így szoktam, nem? Így, és akkor berakom a... Most nem jó? Nem tudom. Legyártottam mind a három pólót, össze is hajtogattam 100%-os pamut, és ugye ahogy itt Renátó mondta, hogy ez a minta, ez örök életű, hiába mosod, meggyűrheted, ez nem matrica, meg nem ilyen vacak, hanem ez a nyomtató a szövet szálaiba, ugye? A szövet szálaiba nyomja ezt a festéket. Na most leszedem. Most nézd meg. Erősen csinálom. Nem jön le. Hát ott nem jön le. Úgyhogy nagyon jó, úgyhogy köszönjük szépen itt a Pamut Labor dolgozóinak. Na, én most fölveszem az enyémet és megmutatom, hogy néz ki, jó? Na itt a póló. Nézzétek meg, milyen tök jó. Úgyhogy ebbe fogunk nyomulni. Itt van a Caverie, meg az Alexi is. És miután legyártottam ezeket a fantasztikus minőségű 100%-os pamut pólókat, azután szétnéztem ott, hogy van-e valami érdekesség. Hát, nyilvánvalóan találtam is néhány cuccot, nézzétek meg! Ez tényleg nagy. Hogy egy lehet, hogy lehet. No, látjátok, milyen sovány vagyok? Lóg rajtam a ruha. Nem tudsz őt kérni, nincs. Most komolyan, tehát szeretnél egy 5XL-es hálózsákot magadon, érted? Tehát olyan legyél, mint a csiga. Túrázáshoz egy 5XL-es pulóver. Kérdezik majd a többiek, hol a sátok? Rajtam van, srác? Rajtam van. Háti zsák alá fér. Sőt, még egy kis barátodat is becsempészheted vele a moziba. Komolyan mondom, otthonka. 5XL-es póló, érted? Kosárlabdázók. És zsiráfok, kövér zsiráfok, és találnak itt pólót. Így a végére hadd mondjam még el, hogy hoztam nektek egy nyereményjátékot, mégpedig egy darab pólót lehet nyerni a Pamut Labortól, amihez nem kell semmi más tenned, mint lájkolni a Pamut Labort Facebook oldalát, link a leírásban, és az ott megjelenő poszt alá, amiben ez a videó van, odaírni, hogy milyen pólót választanál a weboldalról. Ennyi, és megvárni a sorsolást, ami abban a posztban lesz kiírva. Ha tetszett a videó, akkor durrancs egy lájkot, aztán találkozunk legközelebb is. Szevasztok!